A helyszínelést teljes útlezárás mellett kezdték meg a rendőrök. A rendelkezésre álló adatok alapján egy kocsolai lakos közlekedett tehergépkocsival Budapest irányából Debrecen felé. Haladása során eddig tisztázatlan körülmények között a 147-es kilométerszelvényhez vérve áttért a menet iránya szerinti baloldali forgalmi sávba, ahol félfrontálisan összeütközött a szemből szabályosan közlekedő pótkocsiból és nyerges vontatóból álló járműszerelvénnyel. A baleset következtében a tehergépjármű sofőrje és annak utasa megsérült, őket a mentőszolgált munkatársai kórházba szállították. A baleset körülményeit a karcagi rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja. A Jászlanykun Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint egy kukoricát szállító nyerges vontató, valamint egy rakomány nélküli kis teherautó ütközött össze a 4-es számú főúton Kisújszállás külterületén. Előbbi járműben egy, utóbbiban pedig két ember utazott. A kis teherautó az útmenti árokban állt meg.